Szép jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Ez itt újra a hétvégi ébresztő 7 órától minden szombat reggel. Így van, és ma november 2-a van, azaz az év 306. napja, a Gergely naptár szerint, és még van 59 napunk. Ebből az évből. Így van. De a Mikulás és a karácsony az hamarabb lesz. Hát igen. Jön a cicám. November 1-e. November 1-e az minden szentek ünnepe, ugye ez a tegnap volt. Viszont ma, 2-án a halottak napja van a keresztény világban. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Szokáshoz kapcsolódó némely népi hiedelem szerint ennek az a célja, hogy a világosban a véletlenül kiszabadult lelkek újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak a lakhelyükben. A bukovinai magyarok, ahogy más kultúrákban is szokásos, még ennivalót is vittek ilyenkor a temetőbe. Sőt, van olyan nemzet, akik ugye oda mennek és zenélnek és mulatnak és... Igen, ahány hát annyi szokás, mondják. No, de lássuk milyen... akartam mondani, hogy lássuk milyen témák lesznek a mai műsorban, de hangomat biztos halljátok, én megkaptam valami frászkarikát, mert hangomon is hallatszik, a torkom is nagyon be volt rekedve, az orrom folyt, most már egy picikét jobban vagyok, de még mindig érzem. És ha hiszitek, ha nem, én a múlt műsorban is igazat mondtam, és most is igazat mondok. Itt van előttem két pohár narancslé, az egyik az enyém, a másik a páromé. A narancslé az nem maradhat el. Igen, ezért vettél direkt erre a műsorra? Igen, ezért vettem direkt erre a műsorra. Na jó, köszönöm szépen. Na lássuk, milyen témák lesznek a mai műsorban. Hát először is szó fog esni a jó szülő-gyermek kapcsolatról, illetve hogy jó szülőnek érzed-e magad. Aztán furcsa szokások a nagyvilágban. Milyen furcsa szokások vannak más kultúrákban, illetve neked, Gabica, például milyen más furcsa szokások vagy van. Akár neked. Meglátjuk. Aztán szótejtünk az elmúlt hétvégéről, hétről és a harmadik Royal Tibi táborról. Igen, aminek a múlt hétvégén volt vége, és a múlt hétvégén kezdődött. Igen, tehát a múlt hétvégén volt szombat-vasárnap. Szombat-vasárnap. Került ez megrendezés, úgyhogy épp egy hete. Aztán a Kérdezz tőlem, tőlünk rovatunk is van, valamint műsorajánló a következő hétre, hát nem lesz unalom, mert hogy hát november 5-én... Te már indulsz akasztóra. Én már indulok akasztóra, nem ott, ahol akasztanak, hanem akasztó településre, ahol lesz az Eszem, Iszom, Dínom, Dánom Sláger TV ünnepi felvétele. Igen, és megígérted, hogy hozol nekem onnan haltepertőt, olyan finom... hagymás szószal, vagy nem tudom, hogy hogy nevezzem azt, amit adnak hozzá. Hát, nem felejtem el. Egyébként, aki arra jár akasztón, menjetek be feltétlenül az akasztói horgászpark és alascsárnába, és haltepertőt és halászlét feltétlen egyetek. Nagyon finom. Az ő specialitásuk. Így van. És november 9-én pedig már szombaton, tehát pont egy hét múlva, a Máramaros megyei RMDS által megszervezett bölérversenynek adtam meghívást Magyar Láposra, ahol nagyon sok szeretettel várok minden mulatós zenét kedvelőt, érdeklődőt. Én valamikor 14 óra környékén lépek fel, ha esetleg valami változik, akkor majd szólunk ezzel kapcsolatosan. Igen, ide már jelezte kis személyek, ugye Kis Ilona jelezte, hogy Debrecenből 2 busszal fognak indulni erre a fellépésre. Igen, hát akkor reméljük, hogy jó buli lesz. Na de zenéljünk egy picit, és aztán folytatjuk, jövünk vissza a csillagokban. Harcolj az álmokért, meglátod célba érsz, ha szeretnél. Harcolj az álmokért, ne add fel semmiért. Harcolj és szeress, így boldog lehetsz, ne várd a csodát. A szerencse úgyis rád talál.
napba egyszer meg volt írva, hogy merre visz az út, göröngyös vagy virágokkal szórva. A csillagokba egyszer meg volt írva, hogy merre megy a fiú, célba ér, ha ütött már az ó. Harcolj az álmokért, csak tarts a cél felé. Harcolj és szeress, így boldog lehetsz, ne várd a csodát, a szerencse úgyis rád talál. A csillagokba egyszer meg volt írva, hogy merre visz az út, göröngyös vagy virágokkal szórva. A csillagokba egyszer meg volt írva, hogy merre megy a fiú, célba ér, ha ütött már az óra. A csillagokba egyszer meg volt írva, hogy merre visz az út, göröngyös vagy virágokkal szórva. Csillagokba egyszer meg volt írva, hogy merre megy a fiú, célba ér, ha ütött már az óra. Sziasztok, újból szeretnünk köszönteni titeket. Hétvégi ébresztő, 7 órától. Így van, reggel 7 órától. Gavica, kezdjük elsorolni a névnaposokat. A névnaposokat? Uh-huh. Jó, hát akkor köszöntjük a névnaposokat. Ma, vagyis november 2-án szombaton Achilles, Athéna, Tóbiás és Viktor. Holnap, 3-án, vasárnap Győző, Bálint, Hubert, Ida és Szilvia. November 4-e hétfő Károly, Karola, Karolina és Sarolta. 5-én kedden Imre, Zakariás, Töhötöm. 6-án szerdán Lénárd és Leonárd. 7-e csütörtök Rezső, Szulamit, Csenger, Ernő, Lázár és Rudolf. Valamint 8-án pénteken Zsombor, Kolos és a Bagamérok ünneplik a névnapjukat. Épp akartam hozzátenni, hogy kik ők, hát akik a névnapjukat ünneplik, de hát te most már lezártad a mondatot, úgyhogy igazából lekéstem róla. És küldjük még a következő mulatós dalt születésnaposoknak is. Isten éltessen mindenkit nagyon sok szeretettel, névnaposokat, születésnaposokat egyben. Boldog névnapot és születésnapot mindenkinek! Hogy a szép lányt meg a bort igen nagyon szerette. A menyecskét meg a lányt elszerette egyaránt, amikor csak tehette. Sose csinált adóságot a csárdába, minden robást letörölt a csárdás lánya. Az én apám olyan volt, hogy a szép lányt meg a bort igen nagyon szerette. Sose csinált adóságot a csárdába, minden rovást letörölt a csárdás lánya. Az én apám olyan volt, hogy a szép lányt meg a bort igen nagyon szerette. Az én apám olyan volt, hogy haragba sose volt se asszonnyal, se lányjal. Messze földön híre járt, hogy egy csókért cimborált az ördöggel magával. Sok helyen a jó estét még ki sem mondta, már a kislány piros ajkát megvámolta. Az én apám olyan volt, hogy haragban sose volt se asszonya, se lánya.
Sok helyen a jó estét még ki sem mondta, már a kislány piros sajkát megvámolta. Az én apám olyan volt, hogy haragban sose volt, se asszonya, se lánya. Az én apám olyan volt, hogy haragban sose volt. Egyes ragucoknya, miért lettem a bolondja, azt kérdem. Mert nem is az a szoknya, azt tetszik, aki hordja, én nékem. Már alig iszom eszem, máshol se jár az eszem, megvallom. Két egyes ragucoknya, lány van ám a dologban, nem asszony. Már alig iszom eszem, máshol se jár az eszem, megvallom. Két egyes rakocoknya, lány van ám a dologban, nem asszony. Két egyes rakocoknya, édes kis gazdácsokja, létes víz. Ő jár csak az eszembe, hát néha a szemembe szépen néz. Kétszer úgy ver a szívem, sőt azt is még híven megvallom. Két egyes rakocoknya, már az is, aki hordja, szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt azt is még híven megvallom. Két egyes rakocoknya, már az is, aki hordja, szép asszony. Jó reggelt, sziasztok! Ébresztő mindenkinek, aki még esetleg aludna. Sziasztok, jó reggelt! Vagy esetleg, aki majd visszahallgatja, azoknak szép napot, mikor majd hallgatják vissza ezt a rádió műsort. No, kezdjünk bele az első témába. Ami... Így rögtön az elején. Igen. Amit, mikor én nem is gondolkodtam igazából, milyen témák legyenek ebben a műsorban, hanem ami jött először az eszembe, az be is írtam. És most szeretném közölni veletek, hogy a jövő műsortól úgy lesz, hogy ugyancsak a Royal TV hivatalos rajongói oldal kedvelők csoportba felkerül majd egy fotó. Ez egy fotó annyiból áll, hogy kérdezz tőlünk, és ide lehet megírni majd továbbra is a kérdéseiteket, véleményeiteket. Privátban várjuk majd a születésnapos kéréseiteket, tehát úgy, hogy felmondjátok hangban, és azt mi minden további nélkül ugye bejátsszuk majd itt a műsorban. Viszont nem lesz előre meghirdetett téma. Maradjon majd a téma mindig meglepetés az adott műsorra, és még az adott téma legyen meglepetés a páromnak is. Majd csak szembesül vele, és ami jön spontán eszébe, majd arról fogok vele beszélgetni. Ez érdekes lesz, már csak annál is inkább, mert most sem igazán néztem én utána a két témának a neten, vagy ilyesmi, tehát nem volt az, hogy dokumentáljam magamat, vagy máshonnan inspirálódjak, hanem finom itt is... Arancsilé. Köszönöm szépen. Összegyűlt a nyál a szádba, hogy itt nem, a narancslevet várjál. Hanem itt is ugyanazt fogom elmondani, amit én gondolok ezekről a témákról, és nem más befolyásoltsága fogja meghatározni, hogy én mit mondok el. Igen. Próbáltam befolyásolni a narancslévással, mert régen úgy volt, hogy, meg hát most is úgy van, nem csak régen, ha ki akartok tolni egy zenésszel, akkor kezdetek el citromot nyalogatni előtte. Akkor hozok én citromot, és elkezdem nyalogatni előtted, és lássuk, hogy hogy fogsz tudni beszélni. Na, én már megcsináltam a narancslével, de hát semmi nem történt. No, hát tehát jó szülő-gyermek kapcsolat. Szerintem nézzük meg, hogy mit írtak hozzászólásokban a rádióhallgatók. Ilona Pádár azt írta, hogy nagyon szép téma, de bocsássatok meg, nekem ez így november 1-e környékén duplán szomorú, azért hallgatni fogom, mert biztos érdekes lesz. Ilona Berezi, a szüleim nagyon szigorúan neveltek, nem engedtek sehová se, hogy buliba menjek, sem moziba, de elmúlt, tisztelni kell és segíteni kell az idősebbeknek. Most segítek bárkinek, önzetlenül nem bárok érte semmit, mert segíteni jó, ezt írja Berezi Ilona. Anikó kis írja, hogy szerinte a gyermeknevelés a szülőtől is függ. Ha a szülő úgy neveli a gyermekét, akkor lehet igazi kapcsolat. Neki van 4 gyermeke, és úgy nevelte őket, hogy mai napig jó a kapcsolatuk.
Na igen, hát köszönjük szépen a hozzászólásokat. Szóval az van, hogy akkor ugye jövő szombattól már a témák nem lesznek meghirdetve, maradjon meglepi a műsor, és a kérdéseket viszont, amit feltesztek, az be fogjuk olvasni, illetve az üzeneteiteket, a hangüzeneteiteket továbbra is várjuk születésnaposok, vagy más célból beküldött kéréseiteket tulajdonképpen is lejátszuk majd a dalt. No, jó szülők-gyerek kapcsolat. Ugye, mint már kiírtam, hogy három alapillére van ennek a kapcsolatnak. Természetesen nem lehet egy általánosan alkalmazható szabályt megfogalmazni, hiszen nincs egy használatosítás, mely szerint minden gyermekre és minden szülőre igaz legyen az, amit ugye most elmondunk, vagy elbeszélgettünk. Minden szülő és minden gyermek más és más, mások a kapcsolatok. Mégis azért vannak bizonyos alapelvek, melyek mindenkire igazak, tehát azért úgy igazából mindenkire rá lehet vonni vagy húzni ezt az alapelvet. És három pillére van egy jó szülő-gyerek kapcsolatnak: a gondoskodás, a szeretet és a határozottság. Mindez még gyerekkorban indul, ugye, Gabice? Tehát nagyon sokat számít az, hogy neveljük a gyermekeinket tulajdonképpen, milyen útravalóval indulnak el otthonról. Hát igen, ugye nem hiába van az a közmondás is, hogy az a 7 év otthonról, amivel elindul a gyermek. Hát igen, nagyon-nagyon fontos egyébként, hogy otthon milyen neveltetésben van részünk. A gondoskodásról az első pillér ugye gondoskodás, amiről szeretnénk beszélni. A gyermek, tudom, nem mondok újdonságot, még nem képes rá, hogy önállóan ellássa magát, ugye fizikai szükségletei kielégítéséhez segítségre szorul. Ez a szülői feladata. Ők azok, akik eleinte etetik, itatják, ki gondoskodnak a tiszta ruháról, az egészséges környezetről, a személyes higiéniáról, és természetesen ők azok, akik egy betegség esetén ápolják, gyógyszereket adagolják, borogatást cserélik, stb. Fizikai gondoskodáson kívül a gyermeknek társaság igényei is vannak, szeret a szüleivel lenni, szeret beszélgetni, játszani, élményeket szerezni, természetesen ebben is elsősorban a szülők segíthetik. Problémák ott vannak, van a családban, ahol a szülő igazából nem foglalkozik a gyermekkel, és sajnos vannak sokan, nekik ugye túldolgozzák magukat, vagy folyamatosan dolgoznak, nem foglalkoznak a gyermekkel, és ezt a gyermek később, amikor felnőtt lesz tulajdonképpen, akkor fogja majd érezni igazán, és akkor sínli meg ezt az egészet. Hát akkor tudatosul benne szerintem inkább. Így van. No, tehát ez volt a gondoskodás, a második pillér a szeretet. A szeretet. Talán erről a legnehezebb beszélni, hiszen ezt általában adottnak, természetesnek vesszük. A szülő szereti a gyermekét, a gyermek szereti a szüleit, de ez sem ilyen egyszerű. A szeretetet táplálni kell, figyelni kell a gyermekre, foglalkozni vele, érdeklődni iránta, nem kötelességszerűen, nem feladatként, hanem őszintén belső indítatásból. Igen, szerintem a gyerek is bármilyen kicsi megérzi azt, hogy az a szülő hogy is viszonyul hozzá, most csak egy kötelességként, vagy pedig belső indítatás vezényli. A legjobban a gyermek érzi ezt meg. Ezt mondom, hogy a gyermek érzi. Nem azért, mert kicsi, hanem megérzi, mert gyermek. Sokszor annyira el vagyunk foglalva, ugye a munka, a háztartás, bevásárlás, takarítás, többi, hogy már nem igazán jut idő a gyermekre. Pont ezt mondtam, igen, az imént, igen. Igen. Sajnos ez sok helyen van így, pedig a szeretetre neki is nagy szüksége van, hiszen ez az, ami hozzásegíti az önbizalma kialakulásához, hogy érzi, hogy szeretik. Így van. A szeretet segítségével megérzi, hogy ő is fontos és értékes, ez pedig segít majd neki abban, hogy később legyen saját érdekeinek a képviselője. Igen, és a harmadik pillér, ami nagyon fontos, az a határozottság, az a szülői határozottság. A gyermekednek biztonságra van szüksége, és ez csak a te határozottságod adhatja meg neki. Valószínűleg veled is megtörtént már, hogy autóval akartad valahova elvinni a gyermeket, de ő nem akart beülni a gyerekülésbe. Amikor mégis beültetted és bekötötted, akkor pedig zengett a kocsi a sírástól és a hisztitől. Velem is megesett már, írja valaki. Tudom, szörnyű érzés, az ember ilyenkor gonosznak érzi magát. Mégis megtesszük, mert tudjuk, hogy ezzel teszünk jó gyermekünknek, így tudjuk őt megvédeni. Ilyen a határozottság is. Gyermekednek szabályokra, korlátokra van szüksége, mert csak így készülhet fel a felnőtt életre.
Meg kell tanulnia, mit szabad és mit nem. Ezzel óvhatod meg őt a későbbi balesetekből, kudarcoktól, tévedésektől, legalábbis részben. Szóval ugye nagyon sokszor, nagyon sokan ugye elkényeztetik a gyermekeiket, ha hisztizik, után engednek, ha sír, adnak neki valami, csak hallgasson. És a gyermek ezt szokja meg, megtanulja, hogy ha hisztizek, ha sírok, akkor megsajnálnak. És nagyon sokan így lesznek felnőtt korukra elkényeztetett hisztis fiúk és lányok. Hát igen, sajnos vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy én elkezdek hisztizni, elkezdek sírni, kiabálni, akkor én bármit megkapok, mert inkább megadják, csak hogy hallgassak. Mert az a szülő határozatlan volt a gyermeknevelésben. Tehát, ha kimondasz valamit, akkor azt be kell tartsd magad. Ha hibázol, akkor be kell ismerd. De egyébként nem szabad utána engedni annak, hogy a gyermek sírjon, hisztizzen. Tehát nem szabad azért, mert egy szülő az nagyon jól tudja, hogy a gyermekét az életre készíti elő. És amire neveli, és amire készíti, olyan lesz belőle. És akkor jól mondják azt, hogy felnőtt korban, ha egy embert ről véleményt alkottól, akkor az nagy részt visszavezethető a szülői neveltetésre. Igen, szerintem nincsen olyan gyerek, aki nem próbálta volna meg hisztizni és hisztivel elérni dolgokat, de igazából itt jön közre a szülő szerepe, hogy mennyire enged az első perctől a gyerek hisztijének. Így van. A határozottság egyébként nem indokolatlan szigort jelent, hanem csak azt, hogy a határok mindenki számára ismertek, és ezeket be is kell tartani. A határozottság nem csak büntetést jelent, hanem dicséretet is. Azt, hogy megbeszéljük gyermekünkkel, hogy miért helytelen az egyik cselekedet, és miért helyes a másik. A határozottság természetesen példamutatást is jelent, szabályok mindenkire egyformán érvényesek. Persze lehetnek kivételek, de azokat világosan meg kell tudni indokolni. Például a szülő biciklizhet már az úton, de a gyerek még nem, mert nem elég ügyes, nem elég erős hozzá. Na most az van, hogy én meg hát mi ugye a gyermekünket, Henit is arra tanítottuk, és mindig mondtuk, hogy ha meg tudja indokolni, hogy miért van neki igaza, akkor mi elfogadjuk az ő igazát, ha nem, így akkor van, nekünk igen. Van igazunk. Tehát startból mi már igyekeztünk őt bizonyos szabályok betartására, következetesek voltunk ezzel szemben, és volt, amikor kicsi korában mondott nekem valamit, és én nemet mondtam, és nagyon ügyesen előhúzta a farbát, és elkezdte indokolni, hogy miért van így, és gondolkodtam, és igazat kellett adnom neki. Na most ez egy jó dolog szerintem, tehát ebben biztos vagyok, hogy ez egy jó dolog, hogy a gyermeknek azért adol szólásszabadságot. Persze szerintem... De vannak határok. Így van, határok mindig vannak, és a határokat mindig be kell tartani, de szerintem lehet egy gyermeknek is igaza, tehát nem hinném, hogy feltétlenül igaz az, hogy én idősebb vagyok, tapasztaltabb vagyok, és csak nekem lehet igazam. A gyermek ugye, mivel más generáció, más korosztály, másképpen lát bizonyos dolgokat, és lehet, hogy az ő szemszögéből épp, hogy igaza van neki, és nem nekünk. A probléma ott van, amikor elnyomjuk a gyermekeinket, tehát nagyon sok szülő ezt csinálja, hogy nem tudod te még kicsi vagy hozzá, függetlenül, hogy már 18 éves, vagy 20 éves, vagy 6 éves, te nem tudod, ezt én csinálom jó, nekem van igazam, mert én vagyok a tapasztaltabb, stb. És ez nem feltétlen állja meg a helyét minden esetben, sőt, nagyon sokszor nem, mert azért nagyon sokszor a gyermeknek igaza van. És akkor ugye akkor kényszerítjük, vagy késztetjük a gyermeket arra, hogy elkezdjen huncutoskodni, elkezdjen hazudni, elkezdjen nem egyenesen beszélni a szülővel, és akkor a szülőnek fájjon, hogy hát miért nem őszinte velem a gyermekem. Hát szerintem... hogy legyen őszinte, ha egyszer nem hallgatod meg őt, és hogyha ő neki problémája van, akkor te nem feltétlen igyekszel neki segíteni, hanem a magad igazát hajszolod, és amit te gondolsz, és amit te hiszel, az úgy van jól, és az a helyes. Meg szerintem akkor kezd el a gyerek ugye nem igazat mondani a szülőnek, és elvitni őt a zavarosba, hogyha az a szülő indokolatlanul is letorkolja. Tehát nem hallgatja meg, nem ad neki sohasem igazat, nem hallgatja meg, hogy éppen az, ami történt, miért történt, vagy hogy történt. Igen, de én szerintem az a lényeg ennek, hogy ugyanúgy, mint egy felnőtt embertársunkkal, a gyermeknek minimum ugyanúgy meg kell magyarázni minden esetben, hogy miért hibázott, mit hibázott, ha jót csinált, mit csinált, és miért csinálta jót. Tehát a gyermeknek ugyanúgy őszintén, a gyermekhez ugyanúgy őszintének kell lenni a szülőnek.
ettől függetlenül határokat kell húzni, határozottnak kell lenni, és igazából ugye mi vagyunk felelősük az ő neveltetésükért, tehát azért nem áll a gyerek hordja kalapot otthon, de az nem jelenti azt, hogy nem lehet a gyermeket egyenrangú partnerként kezelni. Lehet. Persze, sőt, szerintem akkor lesz igazán jó a gyerekszülő kapcsolat, hogyha érzi az a gyermek, hogy ő nincs állandóan elnyomva, hanem valamilyen szinten egyenrangú partnerként kezeljük. Így van. No, én javasolnám azt, hogy zenéljünk egy kicsit, jó, és akkor majd jövünk vissza. Szegénységben éltem életem, nem találtam otthon a helyem. Messze-messze idegenbe sodort az élet, fáj jó szívvel, de mindig hazatérek. Szeretem az édesanyám, nála nagyobb kincs nincs talán. Édesanyám hiányzol nekem, ezért mindig könnyes a két szemem. Csillagfényes éjszakán csillagok vigyáznak rám. Várom a percet, otthon legyek, hazaérjek már. Hosszú útra indulok, remélem, hogy eljutok. Édesanyám, karjaidba zokogva borulok. Összeszorult az én szívem, mikor az országba újra beléptem. Én ráborultam édesanyámra, úgy zokogtam. Megszólalni már a könnyektől nem is tudtam. Édesanyám, minden kincsem, hazavágyott már a szívem. Az ég felé tárom két kezem. Köszönöm neked, ó Istenem. Csillagfényes éjszakán csillagok vigyáznak rám. Várom a percet, otthon legyek, hazaérjek már. Hosszú útra indulok, remélem, hogy eljutok. Édesanyám, karjaidba zokogva borulok. Fényes éjszakán csillagok vigyáztak rám. Nincsen nálam boldogabb, s a szemem sem könnyes már. Édesanyám, szeretlek, megkönnyebbült a szívem. Ragyognak a csillagok már odafenn nekem. Csillagfényes éjszakán csillagok vigyáznak rám. Nincsen nálam boldogabb, s a szemem sem könnyes már. Édesanyám, szeretlek, megkönnyebbült a szívem. Ragyoghatnak a csillagok már odafenn nekem. No, szép jó reggelt, sziasztok, újból itt vagyunk. Zenéltünk egy picikét,
és ugyancsak a szülő-gyerek témával folytatjuk a műsorunkat. Ígértünk nektek egy olyat, hogy elmondunk 6 mondatot, ami a szakértők szerint, és hát szerintünk is jobbá tehet bármilyen szülő-gyerek kapcsolatot. Bár kortól függően változik a szülő-gyerek kapcsolat, felnőttként is azért szükségünk van a szülői szeretetre, odafigyelésre, támogatásra. Felnőtté válás azt jelenti, hogy többé nem a szüleinkre való tekintettel határozzuk meg magunkat. Valószínűleg soha nem tudunk lemondani arról a vágyról, hogy a szüleink büszkék legyenek ránk, de felnőttként már önálló embernek tekintjük magunkat, saját gondolatokkal, értékekkel, érzésekkel, tapasztalatokkal és döntésekkel. És itt ragadná meg az alkalmat, hogy rengeteg szülő itt hibázza el, hogy nem tudja elfogadni azt, hogy a gyermeke felnőtt. Nem tudja elfogadni azt, hogy van, aki 16 évesen lesz felnőtt gondolkodású, van, akinek kell a 28 év, van, aki még 50 éves korára se képes önálló életet folytatni, de azért az emberek zöme nagy része azért egy, mit tudom én, 18-20 éves korra eléri azt a pillanatot, amikor szeretne a saját életét élni. Igen, és itt jön be az, hogy a szülőnek kell tudni elengedni a gyermeket. Azért, mert ettől féltünk, szerintem... ugye? Emlékszel, nekünk volt egy olyan, hogy olyan jó szülők leszünk mi. Oké, mikor kicsi volt a gyermek, oké, az rendben van, de mikor már oda nő, hogy ugye önálló életet szeretne majd élni, lesz elég erőnk hozzá, hogy el tudjuk engedni a kezét akkor, amikor erre szükség van, de amikor kellünk, akkor mi ott legyünk a háttérbe. És én most azt mondom, hogy nekünk ez nagyon jól sikerült, én legalábbis így gondolom, nem tudom, hogy te hogy gondolod meg, hogy Hennyhez mit tudna mondani, de viszont... Szerintem meg kellene kérdezni őt, hogy mi a véleménye róla. És mindenki engemet féltetett, mert mindenki azt mondta, aki engemet ismert jól, ugye a közelemből, hogy én leszek az, aki nehezen fogja engedni el a gyermekét, mert ugye lányos apuka vagyok, a kapcsolatunk a szoros, meg stb. Én vagyok a lelkisebb, én vagyok az, aki nem fog tudni elfogadni. Na most őszintén ezt hogy látod? Ezt így, ahogy mondod, hogy igen, te kicsivel nehezebben engedted el, mint én. De ettől függetlenül elengedtem. Így van, ettől függetlenül elengedted. De, tudom azt a pillanatot, ugye, amikor elköltözött, és úgy döntött, hogy ő továbbra is Debrecenbe fog lakni és élni, tehát tudom azt a pillanatot, ma is előttem van, amikor azt mondta, hogy én innen már nem fogok hazaköltözni. Na, ekkor ébredtél te rá, hogy igen, akkor most már tényleg nem lesz az, hogy befejezi az egyetemet és hazajön, hanem továbbra is ott fog maradni. Tehát szívem, az van, mi szépen mondtam neked itt a rádióban mindenki előtt, tehát az van, hogy én továbbra is aggódom a gyermekemért, mint bármilyen más szülő, szerintem te is, minden és szülő mindenki. Aggódik a gyermekéért. Kell tudni meghúzni azt a vonalat, amint tovább nem engedjük az aggódást. Tehát a gyermek ne érezze azt, hogy folyamatosan nyomon van követve, folyamatosan aggódunk érte. Ne érezze azt, hogy gyermek, legyen egy pont, amikor már felnőttként kezelem én is, mint szülő. A gyermekem, de felnőttként kezelem. Ez nagyon-nagyon-nagyon sok szülő nem tudja. Nem tudja elengedni. Óriási probléma, és ebben leginkább nem az lányos apukák, hanem a fiús anyukák vannak. Igen, lehet, hogy így akiknek él. A kicsi fia marad még 60 évesen is, vagy ameddig él. Nem lehet, nem szabad. Hogy legyen annak az embernek, annak a férfinek tekintett a családja előtt, hogyha anyuci folyamatosan gyermekeként kezeli a feleség előtt, a gyermek előtt. Tehát már van egy gyermeked, és anyuci még mindig ott van mögötted, és még mindig kicsi fiam. Nem lehet ilyet, tehát azért megvan mindennek a rendje. Tehát úgy, ahogy a madarak is kirepülnek a fészkükből, amikor felnőnek, ugye? Hát a gyermeket is el kell engedni, kell tudni, van egy pont, onnantól kezdve én a szülő vagyok, követtem azért, segítek, ha kell, ott vagyok, de elengedem a kezét. Onnantól kezdve külön családot alapított, na innentől kezdve el kell tudni engedni. Hát ehhez egy vicces történetet tudnék elmondani. Épp szemtanúja voltam annak, mikor egy fiatal pár, ugye egy lány és egy fiú elmentek a házassági iratokat letenni, mert ők össze szerettek volna házasodni. Megy egy hölgyike az iratokkal, odaadja, és kérdezi az anyakönyvvezető, hogy rendben, oké, de hát hol vannak a fiatalok, vagy kicsoda ön szeretne házasságot kötni? Nem, hát a fiatalok itt vannak, én a fiúnak vagyok az anyukája. És erre a házassági anyakönyvvezető azt mondta, hogy
Rendben, hölgyem, adja ide az iratokat, ön távozhat. A fiatalok jöjjenek, mert ugye ők fognak házasságot kötni, és nem ön. Tehát önnek semmi köze ehhez. De itt is az anyuka ugye el akarta intézni a gyerek helyett ez a az anyuka, dolgokat. Ez az anyuka a legszívesebben megszülne a gyermeké, az unokáját. Ez az anyuka felnevelni az unokáját, öltöztetne, beleszólna a dolgokba a fiataloknak. Még azt is megszabna, hogy hányszor szexeljenek egy nap. Szóval ez az anyuka, ez soha nem fogja tudni elengedni a gyermeket. De ez soha nem fogja elengedni a gyermekét. Ez soha nem fogja elengedni. Ez ott lesz. Örökké mögötte. És szerintem a gyermek is így volt nevelve, hogy folyamatosan meg volt helyette oldva minden problémája, tehát nem engedték azt, hogy egy kicsit is önálló legyen, és sajnos az ilyen gyermekek még felnőtt korukban sem lesznek önállóak. Így van. Na, de térjünk vissza az eredeti témához, ahhoz, hogy 6 mondat, ami jobbá teheti bármilyen szülő-gyermek kapcsolatát. Felsoroljuk a 6-ot. Az egyik a bocsánat. A másik az, hogy büszke vagyok rád, tud azt mondani. Tehát egyik az, hogy tudjál bocsánatot kérni. A második az, tehát mint szülő a gyermektől, mint szülő a gyermektől is. Igen. Ez fontos. És legfőképpen az fontos, hogy gyermekkorba, pont amiről beszéltem, mikor még kicsi ez a gyermek, mikor még 6-7-8 éves, 10 éves, de már kellő nagy ahhoz, hogy megmaradnak benne ezek az emlékek. És legyen benne a gyerekben az, hogy ha anyja vagy apa hibázott, beismerte és bocsánatot kért tőlem. Mert ezt a gyermek felnőtt korára magával viszi. Akármennyire is hihetetlen, ezek előjönnek ezek az emléképek, és ez folyamatosan ott lesz mögötte, hogy mit látott és mit tanult a szülőtől, ugye? A másik dolog, hogy tudja azt mondani a szülő, hogy büszke vagyok rád. Ezt nagyon sok szülő nem tudja kimondani, sőt, nagyon sok szülő féltékeny a gyermekére. Ő akar szerepelni a gyermeke helyett, ő akar előtérbe kerülni, ő akarja learatni a babérokat. Nehogy még azt mondja, hogy büszke vagyok rád. Hát szerintem egy gyermek akkor lesz igazán önálló, és akkor lesz igazán büszke magára, hogyha úgy érzi, hogy a szülei is büszkék rá. Igen, hogyha de a gyermeknek szülei még büszkék arra, amit ő csinál, amilyen eredményeket elért. Most persze itt nem csak az iskolai eredményekről beszélhetünk, mert ugye ott is vannak jó és kevésbé jó tanulók, de ezek meg már belettek bizonyítva és tények, hogy nem feltétlenül az viszi sokra az életbe, aki az iskolában első tanuló volt. Lehet, hogy épp az utolsók között bukdácsolt és jutott át egyik osztályból a másikba, viszont az életben nagyon is jól tud alkalmazkodni. Igen. Aztán a harmadik mondat, itt vagyok, ha szükséged van rám. Ez nagyon fontos, ha szükséged van rám. Nem itt vagyok folyamatosan, ha kellek, ha nem kellek. Így van. Hanem ha szükséged van rám. Ezt verjétek be, szülők, a fejetekbe. Kell érezni az a fontos gyerek, hogy ő bármit csinál, a szülő mindig ott van a háttérben, és támogatja. És felnőttként is, még él a szülő, dettó ugyanaz. Tehát felnőttként is gyakran érezzük úgy, hogy magunkra maradtunk. Különösen azok, akik gyerekként valamilyen okból érzelmileg rideg környezetben nőttek fel. És semmi sem tud olyan megnyitottan hatni az emberre, mint mikor azt érzi, hogy vannak szülők, akik segítik. De akik akkor segítik, amikor szüksége van rá. Nem rá erőlteti az ő akaratát, vagy azt, amit ő gondol, hogy jó. Mert azért vannak generációs különbségek. Azért mi felnőttünk, ugye én magamról gondolkodom, én felnőttem, te felnőttél a 70-es, 80-as években. Ugye a gyermekünk felnőtt az ezredfordulón, igaz? És teljesen mások voltak a szokások, mások az elképzelések. Most hogy erőltessem én a gyermekemre rá a 80-as évek szokásait, vagy azt, amiben én nőttem? Nem lehet. Nem, ezt de ha segítséget kér, vagy szükségem van rá, akkor segítsetek. Egyébként hagyjátok a gyermekeket élni. Nem tudom, én azon az elven vagyok, hogy kell engedni a gyermekeket, hogy az élettől még gyermekként is kapjanak pofonokat. Mert úgy tanulják meg, hogy az élet nem csak könnyű, és minden szép és jó, hanem az élet nehézségekkel is jár. A negyedik fontos mondat, a szülő részéről, amit kell tudjon mondani, bárhogyan is van, támogatlak. Ez egy nagyon fontos dolog. Hiszen sokak alapvető élménye volt a gyerekkorban, hogy a szülők elképzeléseit kellett továbbvinni. Így kapott a világ számos, boldogtalan embert. Ugye sportolók, művészek, pályaelhagyó jogász, boltvezető, hentes, fogorvos, akik azok lettek, mert a szülő ezt akarta. Nem azok lettek, mert a gyermekek ezt akarták, hanem mert a szülő ezt akarta. A szülő feladata felismerni, hogy a gyerekének nem feladata, hogy az ő álmait valósítsa meg. Vannak neki sajátjai,
hagyjátok a gyermekeiteket, hogy azok legyenek, azokká váljanak, természetesen úgy, hogy egyengetitek az útját, és segítitek, amik szeretnének. Tehát azért, mert te fogorvos szerettél volna lenni gyermekkorodban is nem sikerült, azért nem áll a te gyermeket fogorvos legyen. Hagyjad már, mert lehet ez a gyermek pont egy nagyon jó kommunikációs szakember lesz, vagy egy nagyon jó, nem tudom, énekes lesz, vagy bármi. Ez így van, szerintem is kell hagyni a gyermekeket kibontakozni, és segíteni elindulni azon az úton, amit ő szeretne járni. Mert hogyha csak rákényszerítjük valamire, akkor ugye el fog menni arra a munkahelyre, de nem fogja jól érezni magát. Így van. Számos utál a gyerek előtt egyébként, melyek boldogságot, minőségi életet adhatnak. Akkor is, ha ellentétesek a szülő elképzeléseivel. Tehát nem csak úgy lehet egy gyermek boldog, ha a szülő elképzeléseit követi, vagy teljesíti. Sőt, egy gyermek akkor lehet boldog, ha saját elképzeléseit teljesíti. Tehát a gyermek a sajátját kell és önerőből éri azt el. No, az ötödik mondat pedig az, hogy nem kell megtenned, inkább figyelj magadra. Ez is egy fontos dolog. Mert gyerekként számos alkalommal láthattuk, vagy később realizáltuk, hogy szüleink sokfelé szakadnak annak érdekében, hogy ellássák magukat, minket is, a háztartást is, külön órákra járattak, edzés, főzés, alvás, tehát mindenkinek van emléke egy türelmetlen beszélgetésről, felcsatanásról, ami mögött a szülőkre nehezedő nyomás állt. És ugye, hogyha nem figyelünk a gyerekünkre, és nem segítünk akkor, amikor szüksége van rá, akkor ebből problémák lehetnek. Ezért rengeteget segített a szülő, ha pontosan látja, hogyan tolódnak el a hangsúlyok, akik felismerik, hogy mikor van szükség az újraindítás gombra. Ezt tudnám mondani a szülőknek, hogy akkor nyomjátok meg azt a rohadt újraindítás gombot, amikor erre szükség van. Hagyjátok gyermekeiteket, hogy járják a saját útjaikat. Jó, most persze, hogyha látjátok, hogy nagyon rossz úton jár, meg ilyesmi, akkor próbáljátok jó útra terelni, de amúgy meg... Jó, most lesz az, aki félreértés, azt mondja, hogy hát én most azt mondom, hogy a gyermekeket el kell engedni. Nem ezt mondom. Akkor nem figyelték, és nem érzékelték azt, amit én mondani szerettem volna. Azt mondtam, egyengessük az útját, tehát figyeljük, ott legyünk, de hagyjuk, hogy a gyermekek saját maguk járják az útjaikat. Ti már kijártátok, ne feled szavad, ti már kijártátok az útjaitokat, akkor, amikor ti voltatok 16 évesek, 18 évesek gyerekek. Miért akarjátok kijárni még egyszer a saját gyermekeiteknek az útját? Hagyjátok, hogy járják ők. Tehát kell tudni elengedni a gyermekeket, ugye mindennek van egy határa, a gyermeket is, ezt, amit mondtam az előbb is, hogyha látjátok, hogy nagyon rossz úton jár, és rossz társaságba keveredett, meg ilyesmi, akkor persze próbáljuk visszahozni a normál életbe, de azért a normális körülmények között kell tudni elengedni a gyermeket, és hagyni a saját maga útján járni. Így van, tehát itt most nem a kicsi gyermekekről beszéltem, hanem már a 18-20, akik már tulajdonképpen felnőttek, mert 20 éves korukban gyermeket már nem neveled. Akik ha nem már nevelted meg gyerekkorába, az útjukat, hogy mégis merre, mit szeretnék majd az életbe. Ugye sokan vannak azok olyanok, akik szeretnének egy bizonyos sportot gyakorolni, vagy zenét, vagy bármit, és a szülő azt mondja, hogy nem, mert te például fogorvos vagy orvos kell legyél, és te biokémiára kell menjél, és nem zenetagozatra. Igen. És a hatodik, nehéz ügy, természetes, hogy így érzel. Ez egy fontos mondat, amit a szülőnek a szájából, tehát most nem pont így, de valami hasonló el kell hangzódjon akkor, amikor egy nagyon nehéz problémát kell megoldjon a gyermek, a felnőtt gyermek. Ugye semmiség nem létezik, hiszen mindenkinek más jelent egy adott probléma, és más a megoldó képessége is. Fontos, hogy felnőttként is érezzük, a szüleink elismerik a nehézségünk tényét, és nem legyintenek rá a szokásos, bezzeg a mi időnkben frázissal. Na mostan engemet mindig is dühített az, amikor az semmi, az nekem sokkal nehezebb volt, mikor ezt hallom. Most nem feltétlenül a szüleimtől, de bárhol ezt hallom. Tehát... Igen, mert úgy veszed, hogy te átélsz egy bizonyos időszakot, amikor úgy érzed, hogy nagyon nehéz, és úgy érzed, hogy
az, akitől ezt az impulzus kapod, egyáltalán nem szimpatizál veled, vagy nem pontosan érez veled együtt. És ilyenkor pedig arra lenne szükséged, hogy igen, legalább egy-két embert találjál, aki egy kicsit is megérti a te lelki világodat. És azért kell az a mondat valahogy hasonlóan elhangzódjon, hogy nehéz ügy, nehéz dolog, nem könnyű, tudom, természetes, hogy így érzel. És akkor lehet mondani a véleményeket, de amikor csak legyintünk rá egyet, és azt mondjuk, hogy ó, ez semmi, a mi időnkben másképp sokkal nehezebb volt, vagy mit tudom én. Na most ezzel higgyétek el, egy óriási sebet tudtok ejteni egy gyermeken. Ez az én véleményem, egy felnőtt gyermeken, aki ugye, még egyszer mondom, az a 14 és 20 év közötti periódus időszakban van, azok a legkezelhetetlenebbek, szerintem. Hát igen, most vagyunk például csak egy szerelemcsalódott lányt, ugye, akinek főleg az első szerelem elvesztése. Igen, és akkor jönnek a szülői tanácsok, hogy ó, majd lesz más, ó. Na hát ezzel ki tudtak engemet zavarni. De hát abban a pillanatban az neki valami katasztrofális így dolog. Így van. És akkor jön a szülő, és azt mondja, ó, hagyjad, majd lesz más. Hát a legrosszabb dolog, amit egy szülő mondhat. Egy szerelmesnek. Persze, ő is tudja, hogy idővel azért begyógyulnak azok a sebek, elfelejtődik, ugye az élet pörög tovább, stb. De abban a pillanatban egy együttérzésre lenne szüksége. Na tudom, itt zenéljünk egy picit, és aztán jövünk még vissza egy picit ezzel a témával. Fütyül a madár, azt fütyüli kis angyalom, legyél a babám. Madár, madár, magasra szállj, keresd meg kérlek azt a barna lányt. Madár, madár, magasra szállj, keresd meg kérlek azt a barna lányt. Barna a haja, fújja a szél, a faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy fiú, ki szívből szereti. Barna a haja, fújja a szél, a faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy fiú, ki szívből szereti. Elszállt a madár messzire már, megtalálta messze földön azt a barna lányt. Repülj, repülj szép tájakon, s vidd el neki az én dallamom. Repülj, repülj szép tájakon, s vidd el neki az én dallamom. Barna a haja, fújja a szél, a faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy leány, aki viszont szereti. Barna a haja, fújja a szél, a faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy leány, aki viszont szereti. A faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy fiú, ki szívből szereti. Barna a haja, fújja a szél, a faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy leány, aki viszont szereti. Fütyül a madár, azt fütyüli szépen, hogy együtt vagyunk már. Két karomba zárlak el, nem engedlek, egy életen át én csak veled lehetek. Barna a haja, fújja a szél, a faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy fiú, ki szívből szereti. Barna a
szél, a faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy leány, aki viszont szereti. Szép jó reggelt! Újból itt vagyunk. Sziasztok! No, hát még egy-két gondolat ebből a szülő-gyermek kapcsolattal kapcsolatosan, mondjam is, hát tulajdonképpen igazából 5 hibát szeretnénk most elmondani, amit a szakemberek állapítottak meg. Ez az 5 hiba az, ami megkeserítheti tulajdonképpen egy felnőtt szülő és gyermek viszonyát. Az egyik az az, amikor a szülő a saját vágyai, céljait, be nem teljesített álmait erőltet a gyerekre. Ugye erről beszéltünk az imént. Ez a legnagyobb, egyik legnagyobb hiba, amit egy szülő elkövethet. Amikor a szülő saját maga meg nem valósított elképzeléseit a gyereken keresztül akarja kiélni. És ez a harc, ez a veszekedés, ez visszatérhet az élet bármely pontján, középiskolában, egyetemen, pályaválasztás előtt, közben is, után, munkakeresés alatt, karrierváltás előtt, vasárnapi ebédnél, tehát bármikor. Ez egy végtelen persze, folyamat. Mert ami a szülőnek nem sikerült, azt akarja erőltetni a gyermekre, hogy neki sikerüljön. Így van. Azt hiszem, ez az egyik legfontosabb szabály, hogy a gyermek a szülő lenyomata, de nem az eszköze. A várva várt önbeteljesedése. Így mert van. A szülő nagyon tehát sok mivel esetben... minden ember egy saját egyén, saját vágyai vannak, saját elképzelései, tehát nekem se ugyanazok voltak a vágyai, mint a szüleimnek, vagy az elképzeléseim, szerintem neked se. Tehát persze vannak azok az esetek, amikor ugye például orvos mindkét szülő, a gyermek is ezt szeretné továbbvinni, de szerintem ez eléggé ritka. Igen. A másik hiba a megfelelő távolság hiánya. Vagy túl közel, vagy túl messze lenni a másiktól. Úgy látszik, az egész élet az arany középutra van hangolva, mert ezt a klisévé vált mondatot a pénz és munkamennyiségen át az életmódig szinte mindenre rá lehet húzni. Úgy látszik, a szeretetre is. Azt jelenti, hogy nem jó az sem, ha túl közel laksz egymáshoz a szülővel, ugye amikor már elkerülsz otthonról, és az sem, ha túl messze. Az ideális az a középút, mert akkor kevesebbet lát egy szülő is a gyermeke életéből, kevesebbet lát a gyermeke is a szülő életéből, és talán megmarad az eredeti szülő-gyermek viszony. Ha már nagyon közel vannak egymáshoz, akkor valamilyen szinten jogot formálhat bármelyik fél arra, hogy bekapcsolódjon, vagy beleszóljon a privát életbe. Hát igen, ugye mivel szorosabb a kapcsolat, többet találkoznak, stb. Több mindent lát egyik fél, másik fél, ezért lehet, hogy jogot formál arra, hogy jobban elmondja a véleményét, vagy jobban hangot adjon a véleményének. Jó, vannak kivételek, ami, tehát minden esetben van ez az így. Ami persze nem mindig, persze, hogy vannak kivételek, mindig vannak. Persze a vélemény van, hogy megegyezik a másik fél véleményével, van, hogy nem is. Azért van ez, hogy ha van egy szülőnek két gyermeke, és az egyik vele él, és napi szinten segít neki mindenben, de ezáltal hetente összezördülnek valamin. Aki és van egy második, lakik, mindig kedvesebb. És van egy második gyermeke, aki mit tudom én, kint él Amerikába, vagy Kanadába, és igazából nem is törődik a szülővel, hazajön egy évbe egyszer, és az a legkedvesebb gyermek. Igen, ez általában így van, hogy aki a messzebbi gyermek, az mindig kedvesebb lesz a szülőnek, mert ugye nem találkoznak annyit, nem beszélnek annyit, nincs annyi összezördülés, és igen, ezáltal igen, a szülő másképpen néz rá, mert ugye az a gyermek, mikor hazajön, akkor találkozik egy-két hetet a szülővel, vagy nem tudom mennyi időre jön haza, azaz az egy-két hét alatt azért nem történhet nem tudom mennyi dolog, hogy irritálja egyik vagy másik felet. Igen. A harmadik legnagyobb hiba, ami történhet, az a láthatatlan érzelmi zsarolás, vagy a csontig hatoló mondatok ereje. Én erre tudom mondani, hogy a leges-leges legnagyobb dolog, és a leges-legnagyobb fájdalom, amit okozhat egymásnak mondjuk egy szülő és egy gyermek, vagy akár ez legyen házastárs, vagy ez legyenek barátok, legyen ez bármilyen kapcsolat, az a szó ereje és az érzelmi zsarolás. Nekünk nagyon sok érzelmi zsarolásban volt részünk például úgymond ismerősi kapcsolatokban.
nagyon sokszor megkaptuk azt, hogy ha ezt nem így, ha ezt nem úgy, és ezek mind érzelmi zsarolások voltak, és ezek brutálisak, ezek nagyon fájóak. Például ugye szülő-gyermek esetében van az a mondat nagyon sokszor, hogy de hát én csak a jót akarom neked. Én az anyád vagyok, feláldoztam érted mindent, aztán ezt kapom. Mások sokkal hálásabbak lennének egy ilyen anyáért. Ezek életre szóló mondatok, amik benne ragadnak a címzetben, hogy bűntudat formában egy egész életet végig kísérjenek. Vajon az érzelmi tehernél van-e nehezebb? Itt az idő nem homályosít, nem tompít, és nem is felettet, talán csak nehezít. Na ehhez mit szólsz? Tehát ez nem múlik el tulajdonképpen, a szakemberek azt mondják. Tehát ha egyszer egy ilyen dolog megtörtént, vagy ezen keresztül ment valaki, és lehet többször is, ez nem múlik el. Én azt nyit szólnék hozzá ehhez az elmélkedéshez, hogy ugye nem a gyermek kérte, hogy azok legyenek a szülei. Tehát a szülők szerettek volna gyermeket. Hogyha én gyermeket szeretek, akkor véleményem szerint normális, hogy nem zsarolom. Hogy én csak jót akarok neked, én vagyok az anyád, engem tisztelni igen, kell, de a szülő meg van győződve arról, hogy ez nem zsarolás, ez az egyik. Tehát erről van meggyőződve, hogy ez nem zsarolás, ez csak szeretet, ez csak irányítás. De nem feltétlenül az a jó a gyermeknek, ami a szülőnek jó. Pont erről beszéltünk az elején, ugye, hogy... Én lehet, hogy meg tudok enni 10 fagyit, és akarom előtetni a gyermekre, hogy egyél meg 10 fagyit, mert nézd meg, hogy milyen finom, mert anyád is ezt csinálja. De lehet, hogy ez a gyermek jó, de egy fagy után már... Ez erőltetés, az érzelmi zsarolás az más. Az érzelmi zsarolás az, amiket itt felsoroltam. Igen, hogy... csak most egy példát mondtam, igen. Hogy mivel én az anyád vagyok, én jobban tudom azt, hogy neked mi a jó, neked mi kell, és akkor mivel én az anyád vagyok, ezért én megengedhetek magamnak bármit, akár azt is, hogy zsaroljalak. Érzelmi zsarolás az is, hogy én nem vagyok jó anya. Tehát érzelmi zsarolás az is, vagy nem vagyok jó apa, amikor egy szülő vagy egy gyermek ugye idézőjelben magát mondja el mindennek a másik előtt. Ezáltal érzelmileg zsarolva a másik félt. Persze. Ez gyerek is ugyanígy érvényes. Egy gyerek is ugyanúgy mondhatja, hogy igen, mert én nem vagyok jó igen. Fiad. Igen, vagy lányod, vagy, bármi. Tehát itt fiú vagy lányról lehet szó. Igen. No, a negyedik mondat, ami egyébként sok problémát okozhat, a negyedik cselekmény, vagy dolog, az az állandó energiavámpírkodás. Na, ez mit jelent, Gabica? Hogy a kommunikáció fontos, egyszer. Az őszinteség is nagyon fontos. De ha a beszélgetés csak arra irányul állandóan, hogy a problémát átpakoljuk, a terhet átemeljük, a gondokat hozzácsúsztassuk, a bajokat pedig jól ráöntsük, akkor az olyan érzelmi terhet ró bármilyen kapcsolatra, hogy csak két út létezik, vagy tönkre megy az a kapcsolat, vagy elhalmányul. Tehát magyarán, lefordítom akkor, ez azt jelenti, hogyha nem beszéled meg a problémádat, ha folyamatosan tolod magad előtt, ha folyamatosan új problémákat hozol fel, leszívod a másik felet. Persze, ez így van. Tehát, hogyha folyamatosan panaszkodom valakinek, ahelyett, hogy normál témákat beszélünk, és tőlem csak folyamatosan a panaszkodást és a negatívumokat hallja, akkor szerintem az a személy egy idő után azt mondja, hogy köszönöm szépen, én nem kérek többet belőled. Igen, tehát a beszélgetés az nem csak abból álljon, hogy problémákat beszélünk meg, rossz dolgokat beszélünk meg, negatív dolgokat beszélünk meg, az a beszélgetés, abban legyenek jó dolgok, legyen öröm, legyen pozitívum. Mert legközelebb már nem fogsz vágyni arra, hogy beszélgessél dolgokról, mert az rögződik beléd, hogy akárhányszor találkozol, mindig csak problémák vannak. És itt ugye, mivel szülő-gyermek kapcsolatról van szó, tehát itt nagyon igaz az, hogy a szülő ne terelje át, vagy ne hárítsa át, hogy a gyermek oldja meg az ő problémáit, vagy a gyermek ne hárítsa át a szülőre, hogy a szülő oldja meg az ő problémáit, hanem mindenki a sajátját. És az ötödik dolog, az az állandó hibáztatás, hogy igen, bezzeg a szomszédék, meg bezzeg az anyád, meg bezzeg az apád. Az a hülye anyád már megint mindent elrontott. Ebben is apádra ütöttél, most már elegem van. Olyan vagy, mint az anyád, neked semmi se jó. Bezzeg a Marika nének a fia. Na az milyen korrekt, milyen rendes. Bárcsak olyan lennél, mint a testvéred. Hát miért nem tudsz olyan lenni? Szóval ezek a mondatok, ezek egy-egybe felkérés,
egy nagy csatára, nem? A másik féllel. Tehát ez... Hát ez azt sugallja, hogy ugye az a fél, aki ezeket a mondatokat mondja ki, nincs megelégedve egyáltalán a másikkal. De mi tehát, van benne közös? Mindig... Ezekben mi van közös ezekben a mondatokban? Hát a ez hibáztatás. Is ilyen hibáztatás, zsarolás, érzelmi zsarolás. A hibáztatás, mert valaki mindig hibás. Ha pedig így van, hogy legyen boldog. Tehát amikor folyamatosan ezt kapja, hogy legyen boldog. Így van. Tehát azért a gyermeket is és a szülőt is oda-vissza azért oda kell figyelni rájuk, meg kell becsülni, ha jót csinálnak, meg kell dicsérni őket, ha rossz útra mennek, akkor igen, igyekezzünk visszaterelni őket. Így van. Mi felolvastunk olyan dolgokat az internetről, amik szakemberek mondanak, amik megállapított és bizonyított tények. Ehhez próbáltunk mi hozzátenni a mi elképzeléseinket. Hát ez ennyire sikerült. Nem kell velünk egyetérteni mindenben, vagy ki hogy gondolja. A lényeg az az, hogy amilyen gyermeket nevelünk otthon, olyan felnőtt gyermekünk lesz majd 20 év múlva, és onnantól tovább. Szóval, ha engeditek kicsi korában, hogy a gyermek önállósodjon, ha kicsi korában arra tanítjátok, hogy vannak szabályok, amit be kell tartani, ha nem kényeztetitek el, és ha őszinte a kapcsolatod a gyermekeddel, akkor várhatóan, mire megöregedsz, egy szép szülő-gyermeki kapcsolatban lesz részed. No, zenéljünk, és jövünk a másik témával. Szép jó reggelt! Sziasztok! Ez a hétvégi ébresztő szombat reggel Tibivel és Gabicával. Reggel 7 órától. Így van. És egy
Érdekes témával folytatjuk. Furcsa szokások a nagyvilágban. Illetve, hogy nekünk, vagy neked, vagy nekem milyen furcsa szokásaink vannak, ha vannak. Mi számít furcsa szokásnak? Milyen szokásról nem tudnál lemondani? Illetve milyen hagyományok vannak a nagyvilágban? Milyen országoknak, kultúráknak milyen szokásaik vannak? De először beszéljük azt meg, hogy neked vagy nekem. Ezt akartam kérdezni tőled. Én megelőztelek. Szerinted nekem milyen furcsa szokásom van? Neked? Milyen furcsa szokásod igen. van? Fú, most gondolkodom. Nem tudom, hagyjál időt, hogy gondolkodjak. Nem tudok. Most. Szerinted neked milyen furcsa szokásod van? Nem tudom, ezért kérdezlek téged, hogy van-e nekem furcsa szokásom? Vagy nem tudom. Igen, de az nem is szokás, hanem az tulajdonképpen egy természeti, természetedből adódóan jön, hogy akármikor, ha valamit nem úgy mondanak, vagy valami nem úgy történik, vagy valami kizökkent téged a megszokott kerékvágásból, fülig pirulsz. Tehát egy az egyben, mikor leöntenek valami forró festékkel, ez úgy lejön rólad, hogy az valami brutális. Jó, de ez nem szokás, mert ezt ugye nem én irányítom, nem én ezért mondtam, hogy ez egy természeti... Tehát nem rajta múlik az, hogy most igen, agyban én eldöntöm, hogy én el akarok pirulni, vagy nem akarok elpirulni, hanem ez jön úgy név zsigerből, tehát tőlem függetlenül. Milyen természeti szokásaid vannak? Hát nem tudom, a lányod sokszor cseszeget téged, vegyél már fiatalosabb ruhákat, nem mint csak a korodbeli ruhákat. De hát szerintem ez sem egy furcsa szokás. Nem, de mind a ketten azt mondjuk, ez olyan gabicás. De ez jó, nem, ha olyan gabicás? Jó, azt jelenti, hogy van egy egyéniséged. Igen, tehát, de azt mondjuk, hogy ugyanúgy gabicás... mondjuk a lányunkra is, hogy ez most olyan henis. Igen, mert van egy egyénisége. Így van. Tehát ez jó dolog. Igen. Na hát, de milyen, én nem tudok más furcsa szokást, tehát nem tudom. És nekem vannak furcsa szokásaim? Nem, gondolkodtam rajta, de így nem tudom igazából. Tehát akkor mi átlag emberek vagyunk, akiknek nincsenek furcsa dolgai, vagy furcsa szokásai. Hát most... Hoppa. Most egy furcsa szokás mondanék neked is, meg nekem is. Vagyis no. Hát nem is, nem tudom, furcsa szokás ez, vagy valami, hogy te élsz-halsz a napszemüvegekért. Tehát bárhová megyünk, és ki vannak téve, a napszemüvegeket meg kell nézni. Ugyanígy vagyok én a fülbevalókkal. Nagyjából. Igen, van itthon egy rakás, és mégis vásárolod őket. Hát jó, mert az mindig más és más. De nekem nincs egy rakás szemüvege. De minden autóban van legalább egy-kettő. Na, ez olyan sok, nincs 66 autón, könnyűleg. Hát nincsen 66 autó, de azért úgy... Én, ha jó, ha szokásnak nevezhetjük, akkor az egy szokásom, ami lehet, hogy rossz szokás, és ezen lehet kéne változtatni, az, hogy ha megvettem egy autót, én hajlamos vagyok azt egy pár hónapon belül megunni. És hajlamos vagyok arra, hogy már elkezdek keresni egy újabbat, egy másikat. Hát igen. Így, hogy felhoztad, volt egy pár autó már az életünkben. Szerintem majdnem minden márka megvolt már. Ami névre is volt iratva. Én egy automániás vagyok. Persze, hát nem kereskedés céljából vetted egyiket sem. Én automániás vagyok. De az van, hogy... Nem azért csinálom, mert ezt akarom, hanem ez valahogy úgy jön magától, nem tudom. Tehát csak jó, arra... hogy csak az autókat cseréled. Én minden... Igen. Én minden második este, harmadik este azon kapom magam, hogy interneten felmegyek az autó hirdetésekre. Akkor valahogy rá kellene menjek a telefonodra, és letiltsam az ilyen autóhirdetéses portálokat. Nem fogod tudni, mert ugyanúgy bemegyek az autókereskedésbe is, ami útba esik, ha úgy van, hogy van időm. Azt tudom. Na. Azt tudom. Ezt már ismerjük, ezt az oldaladat. Jó, van-e olyan szokás, ami mondjuk lehet nem furcsa, de szeretnél lemondani róla? Nem tudok. Azt jelenti, hogy teljesen meg vagy elégedve önmagaddal. Én igen. Na, hát ennek örülök. És te meg vagy elégedve magaddal? Nem, soha nem voltam. És nem is leszek szerintem. De hát szerintem igazából akkor van önbizalma az embernek, hogyha meg van elégedve magával. Attól függ milyen téren. Önbizalmam van, attól függ milyen téren. Nem minden téren. Tehát önbizalmam van. Tehát én azt nem mondom, hogy nincs. Voltak nehéz pontok, nehéz pillanatok az életemben, amikor az önbizalom az... annak hiányában voltam. Igen, elismerem. És ezen segítettetek, vagy
megváltozott, de ugye erről beszéltünk az egyik műsorban, a múlt műsorok egyikében, hogy tulajdonképpen az önbizalom hiányt azt a körülötted lévő emberek okozzák. Igen. Tehát generálják. Tehát ha valaki önbizalom hiányban szenved, ott valaki van a közelében annak a személynek, vagy valakik, nem feltétlenül nagyon közeli, lehet ez messzebbi közelség is, akik generálják azt, hogy te ennek egy önbizalmad az nulla legyen. Igen, vagy aki akarva, akaratlanul a viselkedésével azt sugallja neked, hogy nincs megelégedve veled. A probléma az önbizalom hiányal ott van, amikor ez gyerekkorból fakad, mert azt nem tudod meggyógyítani. Az elszállt, az elment. Igen. Nem, én is meg vagyok elégedve magammal, úgymond, de soha nem leszek 100%-ban megelégedve, nem tudom miért. Én mindig azt mondom, hogy lenne helye jobbnak. Nem tudom. Szeretnél változtatni? Vagy mi lenne az a jobb, amire mondtad, hogy mindig lenne helye jobbnak? Nem tudom. Még jobb előadó lenni, még jobb dalokat írni, most ha csak a szakmámról beszélünk. Mint család, apuka meg vagyok elégedve, úgy érzem. Tehát ott is lehetne, biztos jobb, lehetnék jobb, biztos, de ott azért úgy okés. Mint férj, szerintem ott is rendben vannak a dolgok. Igen, ezt alátámasztom. Igen, köszönöm. Egyedüli dolog, szakmailag is rendben vannak a dolgok. Nekem az egyedüli problémám, és talán az, mert itt kaptam az életben a legnagyobb pofont, és ezt szerintem akik követnek olvasgatnak rólam, meg ugye nézik a posztjaimat, azok tudják. Nekem a legnagyobb fájdalmas pontom az a barát. Szó szerint a barát hiány. Azért, mert nekem nincs testvérem. Én nagyon szerettem volna a testvér, de a jó Isten ugye az így rendelte, hogy egyedül nem maradjak. Nem úgy alakult, igen. Ugye édesanyámnak nagyon komoly betegségi, egészségügyi problémái voltak az én születésemet követően. Sokat volt kórházba, nagymamámnál voltam elég sokat, pont ebből kifolyólag, egy jó pár évet, nem tudom, 2-3. Szóval úgy nagyon nehéz volt édesanyámnak, miután megszült engem, és egyedül maradtam, és én nekem mai napig úgymond hiányzik egy testvérszerű barát. Tehát én nagyon-nagyon tudnék szeretni valakit, csak és ez, lehet, hogy innen ered az, hogy mindig úgy álltam mindenkihez hozzá, mai napig is úgy állok hozzá, hogy teljes bizalommal, teljesen a jót látom benne. És aztán kapom a pofonokat sorra. Mert sajnos az emberek nagy-nagy része, az pedig úgy áll a dolgokhoz, hogy neki mi a jó. Ő neki mi előnyös. Nem úgy áll hozzá, hogy igazi barátot lát benned, hanem mi az, amiből tud profitálni a veled való kapcsolatban. Jó, te igazából egy lelki barátra vágysz. Mert azért ilyen családi barátunk, és azért sok barátunk van, de te egy lelki barátra vágysz, akivel ki tudod beszélni a dolgokat. Igen, ez jó, hogy azt mondtad, mert egyébként lehet megharagusznak azok a barátok, akik vannak, mert egyébként tényleg nagyon sok barátunk van. Azért mondom, hogy azért sok barátunk van, de ilyen lelki barát... Én azért mondtam, hogy testvérbarát, ez az, ami igazából hiányzik, igen. Tehát egyébként hála jó Istennek, és köszönöm nektek, akik vagytok, mert tényleg nagyon sokan vannak. Most neveket nem szeretnék felsorolni, mert akkor félek, hogy kihagyok valakit, mert tényleg, most ez jól mondtad, mert most ez félreérthető lett volna. Tényleg nagyon sokan vannak, és köszönöm nekik. De az a lelki barát, az a testvéri barát, de lehet, hogy mindenki úgy érez, aki egyedül nőtt fel, akinek nincs testvér, hogy hiányzik egy lelki társa, nem tudom. Viszont meg látod, sajnos sok olyan személy van, akinek vannak testvérei, és valamilyen okból fogva nem tartják a testvérekkel a világban a legtöbb esetben a testvér a legnagyobb ellenség. Igen, erre ezt is én tapasztalom példa. A családomba. Nem az én testvéreim között, hanem a szülők testvérei között. Hát a téged között nem tapasztalhatod, hogyha neked nincs. Igen. Tehát a legnagyobb ellenségek, a legnagyobb irítség innen ered. Egyébként olyan rohadt kurva ez a világ, most bocsánat, ezt ki kéne sipolni, olyan kibaszott világot élünk, amikor ha valaki egy kicsit kitör egy közegből, kitűnik egy közegből, tök mindegy mivel, az ki van közösítve.
Igen, sajnos vannak rá példák. Vannak rá? Hát ne viccelj. Körülöttünk csak ez van. És nem csak körülöttünk. Nézd szét! Induljanak el tízen. Tíz barát, van tíz barát, családi barát, akik mindannyian, nem tudom, fölnöveléssel foglalkoznak. És abból a tízből, ha az egyik, mit tudom én, öt év után nem 10 hektár földdel fog rendelkezni, hanem 850 hektárral, nézd meg, én garantálom, akármiből lefogadom, az kiközösíti a többi 9. Mert képesek lennének felfagyni az irítség miatt. Igen, sajnos az irítség az sok mindenre... Szóval, na mindegy, zenéljünk egy kicsit, jó? De egy kicsit nagyon elkalandoztunk. Igen, a témától. Zenéljünk egy kicsit, és jövünk vissza majd a népi szokásokkal. Világos nyári éjszakán magam sétáltam egy éjjel át. Egy rózsakertre rátaláltam, és benne egy szép rózsaszálra. A szívemben nyílna még virág, te lennél a legszebb rózsaszál. Mindig érezném az illatát, nekem szebb lehetne veled a világ. Rózsáknak illatát, szívemnek sóhaját küldöm el te hozzád egy nyári éjszakán. Szívedet kérem én, és legyél hát enyém. Mondj igen kedvemért, szeress úgy, ahogy én. Rózsáknak illatát, szívemnek sóhaját küldöm el te hozzád egy nyári éjszakán. Szívedet kérem én, és legyél hát enyém. Mondj igen kedvemért, szeress úgy, ahogy én. Beloptad magad a szívembe, életemet csak te szépíted. Hallgass meg a szívem dallamát, ami hozzád hevesen kiált. Gyönyörű vagy, mint a napsugár, mi csak nekünk ontja sugarát. Te lettél nekem a mindenem, fogom kezed el, nem engedem. Rózsáknak illatát, szívemnek sóhaját küldöm el te hozzád egy nyári éjszakán. Szívedet kérem én, és legyél hát enyém. Mondj igen kedvemért, szeress úgy, ahogy én. Rózsáknak illatát, szívemnek sóhaját küldöm el te hozzád egy nyári éjszakán. Szívedet kérem én, és legyél hát enyém. Mondj igen kedvemért, szeress úgy, ahogy én. Hozzád egy nyári
Sziasztok! Sziasztok! Újból itt vagyunk, és most már igyekszünk folytatni a furcsa szokásokkal. Igen, bizonyos országokba utazunk. És... De előtte kérdezném én tőled, Opa. Hogy te milyen furcsa szokásokat tudsz, vagy éltél meg, vagy ilyesmi? Mivel kapcsolatosan? Hát például az esküvőnkön volt egy furcsa szokás. Igaz, ami nem így az egész országra jellemző. Fantasztikus. Hanem... Köszönöm, hogy ezt felhoztad. Hanem csak ezért ott lettem, ezért azon kaptam, a vidéken. Ezért lettem életemben először tüdőgyulladásos. Igen, mert? Hát mert a ti túrterebesi szokásotok miatt. Mert mi történt ott? Hát mondd el te. Én mondjuk nem erre utaltam, de hát igen, többek között ez is volt. Tánc, csak nálatok van, tánc, sehol igen. Nem volt vőlegényi tánc, csak mennyasszonyi tánc. És az akkor rajtam volt, és egy órán keresztül táncoltattak csárdást. Tehát egy órán keresztül táncoltattak velem csárdást. És a zakóból facsarni lehetett a vizet. És elmentünk Nászotra, és tüdőgyulladással voltam a Nászoton, mert megtáncoltattatok. Igen, és még mit csináltál a lagzin? Nem tudom, mit csináltam. Ittál? Mit ittam? Hát nem tudom, mit ittál, de nem is ez a lényeg, hogy mit, hanem nem az, tudom, hogy mi miből? Honnan ittál? Nem tudom. A bugyitból? A mennyasszonyi cipőből. Hát igen, igen. Valamint még szokás az, hogy ugye azóta búzát... Azóta is érzem az ízét a számba. Valamint szokás még ugye az, hogy búzát vagy rizset dobnak a mennyasszonyi sőlegény, valamint a násznép közé. Na most mondjad neked valami. Görögországban tudod, mi a szokás a mennyasszonyna? Mi? Mondjam meg. Mondjam. Leköpik a mennyasszonyt. Nem mondod. De, ha véletlenül egy görög esküvőre lennél hivatalos, készülj fel arra, hogy nem biztos, hogy tradicionális élményben lesz részed. A házas pár perc a szokásos módon az oltáros sétál, ahol kimondják a boldogító igent. Ezt követően, ahogy friss házasként elsétálnak az oltártól, a meghívott vendégek egyszer csak elkezdenek úgy tenni, mintha leköpnék őket. Jaj, de csak úgy tesznek. Persze, nem igazából köpdösnek, tehát nem repülnek nyálcsomok a levegőben, de a cselekedet sokkal inkább szimbolikus. A hagyományok szerint ugyanis a furcsa szokás megvédi a házas párt a gonosz szelemektől, akik tönkretehetnének a nagy napot. Jó, legközelebb tudod, hová fogunk utazni? Most voltunk Görögországban. Nem oda. Az egyik országban, amelyik neked az álmod, Finnországba, és ott akkor alkalmad lesz a feleségcipelő versenyt kipróbálni. Abból én már kinőttem. De már tud, öreg vagyok. Ugyanis Finnországban évente megrendezik a feleségcipelő versenyt. Csodás. Ilyenkor a férfiak feleségüket a vállukra véve egy homokos akadálypályán végigfutva mutatják be erejüket és sportosságukat. A feleségcipelő versenyt 1992 óta rendezik meg. És mi a nyeremény? A nyeremény? Annyi sör, ahány kilót a feleség nyom. Komolyan beszélsz? Hát ezt mondják. Akkor én két hónapig részeg lennék. Főleg, hogy nem is nagyon szereted a sört. Főleg, hogy hány kilót nyom a feleségem, annyi sör. Na, ne mondd azt, hogy túl sokat nyomok. Hát nem tudom. Vélemény, szerintetek mennyit nyomok? Mindegy, mennyit nyomsz. Figyeljetek, ha kedvet kaptatok a nevezésre, vannak szabályok. A versenyzőknek muszáj saját feleségüket vagy női szomszédjukat a vállókra venni, a nők pedig nem lehetnek 17 évesnél fiatalabbak, illetve 50 kilónál könnyebbek. Na hát akkor épp ott vagyok a határon. Ezek a szabályok ugyan helyenként kicsit eltérhetnek, de alapul szolgálnak minden verseny számára. Feleségcipelés egyébként mára már nem korlátozódik Finországra, például Hongkongban és Ausztráliában is áttették ezt a különös hagyományt. Ausztráliába vegyünk, kész. Rendben, megpróbálva. No, hát van egy szokás Indiában, egyébként ez is nagyon sok helyen már, hogy nincs WC-papír. Tehát nincs... És akkor ott mit csinálnak? Nem tudom, de azt írja, hogy sok utazót meglep, mikor Indiában azzal szembesül, hogy nincs WC-papír a mellékhelyiségekben. A WC mellett viszont van egy kis vízzel teli vödör, amit mosakodásra használnak. A WC-papír most... használata előtt azért rossz ötlet, a WC-papír használata azért rossz ötlet, mert könnyen elzárja a csöveket és további szennyeződést okoz. Hát jó, de érdekes, hogy itt mi nálunk nem zárja el a csöveket, csak ott. Hát lehet kicsit csöveket. És akkor vannak. Ugyanabban, amiben már előtte 10-20-an nem tudom hányan megmosták a
hátsójukat most akkor én abba a vízbe? Igen, Indiában ez van. Akkor és, Indiában nem megyünk. És figyelj, házasság után nincs vécehasználat Indonéziában. Tehát ugye, hát akkor házasság után mit csinálnak? Hát az indonéz Tidong közösségben a házaspárok az esküvőt követő harmadik nap, három napban nem mehetnek ki a fürdőszobába. Ha mégis megteszik, azzal bajtoznak a házasságukra. A friss házasokat családtagok ellenőrzik, akik arról is gondoskodnak, hogy az ifjú pár ne törje meg ezt a szokást, ezért kevés ételt és italt visznek nekik. Tehát akkor házasságkötés után levonjuk a következtetést, nem esznek, nem isznak, csak egy szobába vannak bezárva más ketten. Más csinálnak, igen. Hát más csinálnak. Igen. A maszájok köpködéssel üdvözlik egymást például. Hát igen. A legtöbb kultúrában a köpködés kifejezetten udvariatlanságnak számít, de a kenyai maszáj törzsnél az egymás üdvözlésének a szokásos módja. Mielőtt kezet fognak egymással, beleköpnek a tenyerükbe, júj! És ugyanezt teszik, amikor újszülöttnek vagy a menyasszonynak jó szerencsét kívánnak. Hát a menyasszonynak kívánni jó szerencsét, így biztos érdekes lehet. Gondold el a menyasszonynak, mire a végére ér. Hát nem szeretnék ott menyasszony lenni. De egyébként régen volt a szokás, hogy amikor megegyezett két parasztbácsi, akkor a tenyerükbe köptek és összecsapták a kezüket, és az volt az aláírás, az volt a minden. De, így, hogy mondod, igen, de hát igazából nem köptek a tenyerükbe, csak mutatták, minthogy hát, én nem tudom. No, Mexikó. Ne ajándékos sárga rózsát. Igen, mert a rózsa világban mindenhol kedves egy ajándék egyébként, viszont a színek tekintetében vannak országok, ahol nagyon korlátozottak a szokások. Mexikóban például a sárga rózsa az a halált jelképezi, úgyhogy ott ne adjál sárga rózsát. Hát Németország, ez itt van, nem messze tőlünk. Porcelántörés esküvő előtt. Ennek csak azok nem örülnek, akik gyűjtik a porcelánokat. Németországban az esküvők előtt néhány héttel történik meg a porcelántörés. A házasulandó pár vendégei porcelánokat hoznak, amiket aztán összetörnek a pár háza előtt. Ezután a menyasszonynak és a vőlegénynek kell összetakarítani a darabokat, mivel úgy hiszik, ez jó szerencsét hoz, és erősíti a párt a csapatmunkában a jövőre nézve. Hát igen, mondjuk ez jó csapatmunka, takarítás. Igen. Dániában például fahéjjal szórják meg az egyedül állókat. Tehát a 16. századi Dániában született ez a tradíció, ami még ma is létezik. Ha valaki a születésnapján egyedülálló, a barátai fahéjjal szórják meg. A hagyomány a dán fűszerkereskedőkre emlékezik, akinek gyakran nem volt idejük házasságot kötni a kontinens körüli utazásuk miatt. Venezuelában... Ott ne légy pontos. Érkez későn. Mint a légy. Érkez későn, igen. Mindegy, hogy valamilyen eseményre, találkozóra, vagy bulira, vagy hivatalos, szokványos, hogy az emberek késve érkeznek. Venezuelában az üzleti ügyeket is szeretik nyugodt tempóban intézni, a nagy társasági eseményekre késve érkezni pedig látványos belépőt jelent. Érdekes. Hát mondjuk az első randira is a lánynak azért illik egy 5 perccel később. A venezuelai lányok nagyon szépek. Egy 5 perccel későbben érkezni, de ez nem csak a venezuelai lányokra vonatkozik. Jó. Legalább az első randi. És van egy szokás, amit mi magyarok tudunk minden bizonnyal. Ez Magyarországhoz kapcsolódik, hogy sörrel nem kocintunk. Honnan ered ez a szokás? Ez a külföldiek számára egyébként ez egy meglepő dolog, ugye, hogy a magyar ember sörrel nem kocint. Most ezt elmondod a németnek, ugye, akik összecsapják a poharakat, megmondják, hülye vagy. De ez egy történelmi hagyomány, az 1848-as forradalomban nyúlik vissza, amikor az osztrákok leverték ugye a magyar forradalmat, és ezt kocintással ünnepelték. Emiatt a magyarok már 150 éve nem kocintanak sörrel. Nem, ugye én sem tudtam fiatal, hogy miért nem illik kocintani sörrel, mert azt mondták, nem illik. Hát most már tudjuk, hogy miért. Így van. De van egy érdekes dolog, ezt mondjad te, ez nagyon érdekes, ezen azt a mindenit. Dél-Afrika, komolyan. Hát igen, én ezen itt elmélkedtem az elébb, hogy Dél-Afrikában dob ki az ablakon a bútoraidat. Az új évet sok országban tűzijátékkal ünneplik, még Dél-Afrikában egész más hagyomány van életben. Az emberek azzal üdvözlik az új évet, hogy az ablakon át kidobálják az utcára a bútoraikat. A szokás rendőri felügyeletet igényel, nehogy valaki megsérüljön. Ez durva. Hát ott érdemes ilyen asztalos műhelyt nyitni. Lomtalanítás. Lomtalanítás, és érdemes asztalos műhelyt nyitni. Mehetünk oda. Na menjünk oda szilveszterezni, lássuk, mi történik. Megyünk oda...
Műhelyt nyitni. Nem, lássuk, úgyhogy én kíváncsi lennék, mikor kidobnak egy-egy valamit. Érdekes lehet. Finország, ha már Finországról beszéltünk, és mondtad, hogy oda visszamennék. Finországban például az üzleti találkozókat a szaunában szervezik meg és rendezik meg. Na, azt te nem szeretnéd. Hát igen, régen a szülések is ott történtek, de ma is fontos üzleti és politikai találkozók helyszíne. Az üzleti életben elterjedt szokás, hogy a kollégák vagy üzletfelek együtt mennek szaunába, és ott jóval nyugodtabb környezetben beszélik át a dolgokat. Na és akkor van még egy érdekes dolog. Közép-Kelet, ne használd a bal kezedet. Sok közép-keleti országban tiszteletlenségnek és udvariatlanságnak számít, ha bal kézzel üdvözölsz valakit, vagy bal kézzel eszel. Mivel a bal kezedet a fürdőszobán használata utáni tisztálkodásra használják, szennyezett kéznek tartják, ezért sosem használják az asztalnál vagy barátok üdvözlésénél. És aki amúgy meg balkezes, akkor az mivel eszi? Az a jobbal törli, és ballal eszik. Na, ez a szokás. Zenéljünk, jó? Egy picit. Nem vagyok szép, nem vagyok szép, csak a szemem fekete. Nem vagyok én, nem vagyok én, az erdőbe remete. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. Szomszéd asszony, de savanyú a bora. Savanyúbb, mint zöld erdőben a vadalma. Szomszéd asszony, cukrozza meg a borát. Még az éjjel elszeretem a lányát. Szomszéd asszony, cukrozza meg a borát. Még az éjjel elszeretem a lányát. Szomszédasszony, cukrozza meg a borát. Még az éjjel elszeretem a lányát. Nem vagyok szép, csak a szemem fekete. Nem vagyok én, az erdőbe remete. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. Egy rózsafán megszámláltam száz rózsát. Századikat elküldtem én te hozzád. Közepébe leheltem a lelkemet. Küld vissza, ha nem szeretsz már engemet. Közepébe leheltem a lelkemet. Küld vissza, ha nem szeretsz már engemet. Szomszédasszony, de savanyú a bora. Savanyúbb, mint zöld erdőben a badalma. Szomszédasszony, cukrozza meg a borát. Még az éjjel elszeretem a lányát. Szomszédasszony, cukrozza meg a borát. Még az éjjel elszeretem a lányát. Jó reggelt, sziasztok, szép napot! A 7 óra igaz, hogy már elmúlt, de ez itt a hétvégi ébresztő, és 7 órakor kezdtünk. Igen, hát az van, hogy az elmúlt hétvégéről és a hétről szeretnék egy pár szót ejteni, már csak azért is, mert először mondom a rövidebbik verziót, ugye a Pair to Party felvételére voltam hivatalos, Szexádra, hétfő, 28-án voltál, igen. Ahol vittem az új dalomat is, az átbúrzik a hétvégét. Vitted az új dalt? Igen, meg még kettő másikat, majd a Sláger TV nézhetitek. De ugye volt az elmúlt hétvégén a tábor. Igen, volt a tábor, ahol reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Csak reméled, vagy tudod? Hát most én más nevében nem nyilatkozhatok, amit nekem elmondtak.
Azt mondták, hogy jól érezték magukat. Most az, hogy kikaptak meghívást, mi alapján voltak, meghívottak a jelenlévő vendégek, ugye, ezt már erről beszéltünk a múlt heti műsorban, ezt aki úgy van, esetleg hallgassa vissza, nem szeretnénk megismételni, hanem most konkrétan a Royal TV táborról, a harmadik táborról szeretnénk egy-két szót ejteni. Induljunk azzal, hogy egy nagyon jó csapat gyűlt össze. Így van. Tehát én még ilyen összhangot 32 ember jelenlétében ritkán láttam. Mindenki kivette mindenből a részét. De tényleg. Az érkezés is pontos volt, mindenkit bevártunk, ugye meg volt adva, hogy 10 és 12 óra között van az érkezés, 12 órára mindenki ott volt, amikor közösen kezdtük az ebédet. Itt köszöntöttük a születésnaposokat. Igen, aztán főzőverseny volt, ami nagyon jól sikerült, mi is főztünk, egy csapatban voltam. Minden csapat beleadott anyait, apait. Igen, aztán jött a jó buli. Nagyon jót bulisztunk. Éjjel 2 óra, 3 óra körül. Átbulisztunk a hétvégét, szombatról vasárnapig csak bulisztunk. 3 óra körül sikerült lepihennünk, de már reggel én 6 órakor fenn voltam, 7 órakor már volt a gyülekező, 8-kor volt a reggeli, és volt egy nagyon jó vetélkedőnk vasárnap. De 1 órával többet aludtunk. Ez igaz, igen. És tényleg nagyon jó volt. Tehát egy olyan csapat, egy olyan társaság gyűlt össze. Tudom, mint gondolkodtam? Még gondolkodtál? Nem is mondtam neked. Nem mondtad. Mi lenne, ha megszerveznénk egy húsvéti találkozót? És lenne sonkafőzőverseny, vagy mit tudom én, töltelékkészítőverseny, meg nem tudom, ilyen szokásos. Tehát az alapján lenne ez a főzéses dolog megszervezve, hogy kinek milyen szokások vannak. Piros tojás. És ezt mikor szeretnéd megszervezni? Másnap locsolás. Hát húsvétkor. Húsvétkor. Hát igen, hát miért ne? Hát nem tudom, erről ki kell kérni mindenkinek a véleményét, ugye, mert vannak, akik elutaznak, van, aki a családot várja haza húsvétra. De most figyelj, aki tud jönni, jön, aki nem tud jönni, nem jön. Tehát most ez egy olyan dolog, ami nem kötelező mindenki részére, tehát figyelj, én nekem ez megfordult a fejemben, mi lenne, tartanánk egy húsvéti tábort. 10, 20, 30-an, nem tudom. Nem tudom, szerintem ezt még megbeszéljük. Jó, ez csak így felmerült bennem. Érdekes ötlet mindenképp. Na, írjátok majd meg, hogy kinek lenne ehhez esetleg kedve. És ki segítene ennek a megszervezésében. Mert annyit azért hozzá kell tennem a táborra kapcsolatosan, hogy szükség van segítségre. Ugye ezt ketten szerveztük meg igazából, mert ketten csináltuk. Hát a nagy részét azért te. Az előkészítéseket. Ott mindenki segített, tehát ott mindenki mindenben részt vett, de azért előtte a megszervezés minden, ami ilyen volt, és azt nagyon jól vennénk, hogyha a legközelebbi tábornál, reméljük lesz legközelebbi, a legközelebbi tábornál, most tök mindegy, hogy húsvétkor lesz, vagy évvégén lesz, egy év múlva, lenne egy-két önkéntes család, aki segítene ennek a megszervezésében. És klipforgatás is volt, basszus. Igen, klipforgatás is volt. Igen. És konfetti is volt. Igen. És majd meglátjátok a klipben, hogy mi volt még. Így van. És itt szeretném elmondani, most jutott eszembe, hogy megjelenik hamarosan, pontosabban hamarosan. Hát jövő tavasszal meg fog jelenni a harmadik CD-n. És ezt a klipet mikorra várhatjuk? Ezt a klipet? Hát a Dani azt mondta, ma beszéltem vele, azt mondta, hogy most már a klip 99%-ban készen van. Úgyhogy szerintem jövő héten már le tudom küldeni a Sláger TV-nek, és meglátjuk, hogy mikor kerül műsorra. És lesz egy dalpremier is, ketten a világ legtetején. Nekem nagyon tetszik ez a dal. Majd meghallgatjuk. Úgyhogy nem fognak unatkozni megint a rajongóim. Na, ennek örülünk. Remélhetőleg, hogy életemben nem fognak unatkozni. Életemben csak két nőt szerettem. Életemben csak két nőt szerettem. Az egyik volt a drága jó anyám. Úgy szeretett, ápolgatott engem. Istenem, de vigyázott rám.
amikor betegségbe estett, féltő szívvel úgy imádkozott, de annak is az ellenét kereste, anyám sírt, de nem panaszkodott. És amikor betegségbe estem, féltő szívvel úgy imádkozott, de én csak az ellenét kerestem, anyám sírt, de nem panaszkodott. Nyári éjszakámon jött felém egy csinos barna lány, úgy jött, mint egy megvalósult álom, azóta nincs nyugodt éjszakán. Másokszor csak azt a lányt szerettem, szívem, lelkem úgy megváltozott, de annak is az ellenét kerestem, a lány sírt, de nem panaszkodott. Másodszor csak azt a lányt szerettem, szívem, lelkem úgy megváltozott, de annak is az ellenét kerestem, a lány sírt, de nem panaszkodott. Hogy vágyait kövesse, elment tőlem, nem volt írgalom, jó anyám is elhagyott örökre, nem maradt más, csak egy sírhalom. Én azóta a temetőt járom, mit ér az élet, minden elhagyott, százszor visszasírom azt az asszony, aki sírt, de nem panaszkodott. Én azóta a temetőt járom, mit ér az élet, minden elhagyott. Százszor visszasírom azt az asszony, aki sírt, de nem panaszkodott. Sziasztok! Jó reggelt! Mi újból itt vagyunk, most már lassan a műsorunk vége felé közeledünk. Igen, és ugye, mint mondottuk, hogy a Reáltív hivatalos rajongói oldal csoportban, kedvelői csoportban posztoltam ki a fotókat, amihez vártuk a hozzászólásaitokat. Ez a jövőben is így lesz, de most már csak egy poszt lesz, egy fotó lesz. Kérdezz tőlünk! Odaírjátok majd meg a műsorra kapcsolatos véleményeket, kérdéseket, bármilyen kérdést írhatok, igyekszünk válaszolni. Illetve a műsor témáját nem fogjuk innentől kezdve előre elárulni, hanem majd, amikor hallgatjátok online élőbe, akkor szembesültök majd a témával. Így érdekesebb lesz szerintem. Ugye? No, hát érkezett egy kérdés az elmúlt héten, Berez Ilona. Kedves Tibi és kedves Gavica, azt szeretném kérdezni tőletek, hogyha felveszek Sláger TV-ből dalt, és megszerkeztem Reels videónak, és teszek rá virágot, vagy szívet, vagy valami mást, az bűn, és megsértem a zenei jogot, is büntetik ezt? Hogy van ez? Kérdezem tőletek, hogy van ez? Tudok olyanokat, akik ilyeneket csináltak, és felrakták a Royal Tibi rajongó oldalra, pedig ők is tettek rá virágokat, és szíveket, vagy valami mást, és felrakták. La 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 la. No, hát...
kedves Ilona, akkor igyekszem megválaszolni, jó? Tehát a Facebookon ugye vannak bizonyos csoportok. Többek között ez a Royal TV hivatalos rajongói kedvelők csoportja, és minden csoportnak megvannak a belső szabályai, ugyanúgy, mint egy munkahelyen. Ugye elmész dolgozni, és minden munkahelyen, minden cégnél más és más belső szabályok vannak. Így van ez a Facebook csoportnál is. Ebben a csoportban megkértünk és megkérünk továbbra is mindenkit, hogy az én velem feltöltött fotókat, videókat ne virágozzák össze, ne írkálják tele, ne legyen az egy gicses valami, mert elnézést a kifejezésért, hanem az legyen úgy, ahogy megjelent az a fotó. Vannak más rajongói csoportok, amiket nem én felügyelek, vagy ezt sem én felügyelem, de azért részt veszek benne. Vannak más rajongói csoportok, ahova tudtom nélkül felkerülnek bizonyos fotók és videók, és oda folyamatosan rátennek virágokat, meg minden, úgymond, az illető személynek kedves, szépnek titulál dolgokat. Az a helyzet, hogy nem egyforma mindenkinek az ízlése, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy szerintem meg kellene tisztelni az előadót, mindegy, hogy ez rólam van szó, vagy másról, hogy nem aggatjuk tele a videóit és a fotóit ilyen és ehhez hasonló dolgokkal. Mert nem illik, mert nem szép, mert nem mindenkinek tetszik. Tehát szerintem maradjunk meg abban, hogy ha posztoltok velem kapcsolatos fotókat vagy videókat, az én kérésem az az, hogy úgy csináljátok, hogy az a lehető legjobb minőségi fotó legyen, a lehető legjobb minőségi videó, ne töltsetek fel rossz minőségi fotókat, videókat, mert nem illik. Szerintem senki sem szeretne magáról rossz minőségi fotókat vagy videókat viszont látni. Jó? A másik dolog, a másik kérdésedre válaszolva pedig az, hogy tévéből felvett videót lehet-e megosztani, és hogy büntetik-e jogilag, lehetnek jogi követelések bizonyos dalok, vagy bizonyos előadók esetén. Ez nálam is így van. Ugye én is kapcsolatban állok egy céggel, amelyiknek többek között az a feladata, hogy nyomon kövesse azokat, akik az én dalaimat osztogatják, úgymond jogtalanul. Az, hogy most a tévéből felveszel egy kis részletet, és ezt felteszed a Facebookra, ez semmi jogi követelménnyel nem jár. Ez lehet. De arra kérlek, még egyszer mondom, hogy a lehető legjobb minőségi felvételeket osszátok csak meg a Facebookon, jó? Nekem az én munkámat így segítitek. Az, hogy felkerül egy nagyon rossz minőségi felvétel, az nekem hol segítség? Kérdezlek benneteket. Sehol. Az nekem hátrány. Tehát, ha megy egy műsor, és abból felvesztek egy kis részletet, egy 30 másodperces, egy 1 perces kis részletet, és felteszitek, és az jó minőségű felvétel, akkor azt megköszönöm. A segítség. Az lehet. Illetve minden általam feltöltött YouTube-ra, Facebook-ra, Instára, TikTok-ra feltöltött videót lehet továbbra is osztogatni. De ha valaki a fejétől, maga fejétől csak elkezd a dalaimat feltölteni a saját YouTube csatornájára és azt osztogatni, abból lehetnek problémái. Jó? Remélem, sikerült válaszolnom a kérdésedre, kedves Ilona. Kavica, mi következik? Zenélünk megint? Igen, most következik egy kis zene újból. Emberként ülök az utcán, nem volt még soha, soha melegem. Oda kinalszom a faharban a lócán, csak a hideget tudom milyen. Csavargó lettem, ez vett a sorsom, mint haláli kalcson, nékem ez a sors. Csavargó lehet, mind akinek nincsen kocsi a háza, és pénze sincsen. Csavargó lettem, ez lett a sorsom, mint haláli kalcson, nékem ez a sors. Csavargó lehet, mind akinek nincsen kocsi a háza, és pénze sincsen. We'll be right back.
Csikkeket szívok, nőket nem is ismerek. Szerettem egyet, bár hiába vártam, de nem szeretett engemet. Csavargó lettem, ez lett a sorsom, mint haláli kacsó, nékem ez a sors. Csavargó lehet, mind akinek nincsen kocsi a háza, és pénze sincsen. Csavargó lettem, ez lett a sorsom, mint haláli kacsó, nékem ez a sors. Csavargó lehet, mind akinek nincsen kocsi a háza, és pénze sincsen. És kopott farmer, lyukas szipős, egy bolhás kutya. Ilyen az élet egy csavargónak, már hiába várna ő már jobban. Csavargó lettem, ez lett a sorsom, mint haláli kacsó, nékem ez a sors. Csavargó lehet, mind akinek nincsen kocsi a háza, és pénze sincsen. Csavargó lettem, ez lett a sorsom, mint haláli kacsó, nékem ez a sors. Csavargó lehet, mind akinek nincsen kocsi a háza, és pénze sincsen. Sorsom, mint haláli kacsó, nékem ez a sors. Csavargó lehet, mind akinek nincsen kocsi a háza, és pénze sincsen. Csavargó lettem, ez lett a sorsom, mint haláli kacsó, nékem ez a sors. Csavargó lehet, mind akinek nincsen kocsi a háza, és pénze sincsen. Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! A születésnapos köszöntőket, vagy egyéb dalkéréseket továbbra is várjuk hangüzenetek formájában, és azt bejátsszuk a rádió műsorunkban az Én Messenger címemre. És most menjünk tovább műsorajánlóval. Műsorajánló következik. November 5-én kerül sor Akasztón a Sláger TV ünnepi felvételére. Az Eszem Iszom Dinom című műsor lesz itt rögzítve. Karácsonyi szilveszteri műsorainak lesz a felvétele. Igen, az ünnepi felvételek majd lesznek. Majd láthattok ti is az ünnepek alatt. Így van, karácsonykor és szilveszterkor. Így van. De, amit már beszéltünk az elején, ugye beharangozóba, szombaton... Böllérverseny. Máramaros megyei böllérverseny. Magyar Láposon. Türgulapus románul. Így van, ahova ugye már bejelentkeztek többen, hogy ott lesznek, és részt fognak venni ezen a bulin. Igen, nagyjából 11 óra környékén fogok fellépni, de hát szerintem akik jönnek, azok gyertek korában, egyetek finom torosokat, finom kolbászt, hurkát, tepertőt. Ugye a tavaly már a hosszú mezőn volt megrendezve a máramarosi böllérverseny, ott léptem fel, ott a magyar láposi csapat nyerte, és ezért kerül megrendezésre most náluk. Így és van. Az a megtiszteltetés ért, hogy ide is engem hívtak, és mint megtudtam, Debrecenből két busz, közel 100 fő, vagy több mint 100 fő, nem tudom, de valami 100 fő körül indul erre a böllérversenyre, az én fellépésemre, és erre az egész mulatságra. Plusz még a helyi lakosok, plusz még a környékbeli lakosok, úgyhogy igazán egy jó szórakozásra van kilátás. Így még egyszer jövő szombaton, november 9-én. Na 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 oly le 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 szebb lenne a világ. Úgy érzem, új szívet akarok kérni, annyiszor összetört már a régi. Új szíve repülnék, új szíve szeretnék, szebb lenne a világ. Úgy érzem, új szívet akarok érni, annyiszor összetört már a régi. Új szíve repülnék, új szíve szeretnék, szebb lenne a világ. Összegyűl sok fekete felhő, elveszik a kedvemet. Túl sok a meredek lejtő, az ember
pozitív, így hogy lehet? Már lassan a csillagok is kialszanak, eszembe jut egy régi álmom. Én csak boldog szeretnék lenni még egyszer, mert a helyem így nem találom. Úgy érzem, új szívet akarok kérni, annyiszor összetört már a régi. Új szíve repülnék, új szíve szeretnék, szebb lenne a világ. Úgy érzem, új szívet akarok kérni, annyiszor összetört már a régi. Új szíve repülnék, új szíve szeretnék, szebb lenne a világ. Na 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 na. Ért a móka mára. Nem maradt más, mint az, hogy elköszönjük. Nem maradt más hátra, a véget ért a móka mára, zárul Gabica és Tibi. Mókatára. Igen. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, mi is jól éreztük magunkat. Elnézést a hangunkért, hogy ilyen szexi hangunk van mindkettőnknek. De hát nem megfázásra szerintem vírus. Hát ez valami vírus szedtünk össze, mert ugye egyéb bajunk amúgy nincsen, csak a torkunk hangunk van egy kicsit elmenve, berekedtünk. Így van, sokat énekeltünk. Lehet, hogy attól amúgy is sokat énekeltünk. Na látod, itt van a baj, keveset ittunk, mert ugye valakivel megbeszéltem, hogyha én nem megyek hozzá, mert ugye ő kínált engem, ha én nem megyek hozzá, akkor jön ő hozzám, de hát ez elmaradt. És ez ki volt? Círek Józsi. Józsi, adósa vagy Gabicának egy pohár pálinkával. Látod, most ha megittem volna azt a pálinkát, akkor lehet nem lennék berekedve. No, szívem. Milyen szépen mondtam. Hogy tanítottalak téged mindig? Mit illik, mikor elbúcsúzunk? Ezt már otthon megtanultam. Ugye a műsor elején szó volt arról, hogy az első 7 év otthonról, ezt már nekem a szüleim annak idején megtanították, mivel ugye a nagyszülők falun voltak, busszal közlekedtünk. Gyermekem, mindenkinek köszönöm, nem tud ki az apád. Ezt akartad mondani. Nagyjából igen. No, na tehát akkor... Kívánunk nektek kellemes hétvégét. Igen. Aki még nem volt kint a temetőbe, és úgy gondolja, hogy ki szeretne menni, akkor az menjen ki. Szerintem anélkül is kimegy, de mindegy. Szerintem is kimegy. Nem mondhattam ki, ne haragudjál. Jó, Vanna. Tudom, hogy mindig szeret szivatni. Szerintem ebben a műsorban egy kicsikét hiányolták a hallgatók a szivatásaidat. Szerintem a műsorban kicsit komolyabb témákról volt most szó, és nem tudtuk úgy beszúrni a szivatásokat.
Hát nem minden műsor egyforma. Nem lehet minden műsor egyforma. Sőt, hát így van varázsol, hogy nem mindegyik egyforma. Jó, akkor én elbúcsúzok, mert látom Gavicának, mi mindig beszélhetnék-e van, aztán majd ő maradjon. Én megyek ki, megiszom a narancslevemet, megregelizek szépen, és aztán vissza fogok feküdni az ágyba egyet pihenni, mert még nem vagyok 100%-ban helyben az egészségemmel, de szerintem szombatra 9-ére tutira helyre jövök, bízom benne. Sőt, már 5-ére helyre kell, gyere. Sőt, 5-ére tényleg, fú, basszus. Na. No, fú. Akkor legyen egy szép hétvégétek, egy szép napotok, vigyázzatok magatokra, jó, és köszönjük, hogy velünk voltatok ma is. Kellemes hétvégét, sziasztok! Sziasztok! Egy gyönyörű májos este volt, fölöttem némán nézett a hold. Vártalak a folyó partján, ugyanúgy, mint réges-régen. Víz hullámait nézve a messzeségben. Vártalak a folyó partján, ugyanúgy, mint réges-régen. Víz hullámait nézve a messzeségben. Egy másik nő.